Amikor elkezdődött ez a vírus, akkor én kint ragadtam Amerikába március vége felé, és csak május közepén tudtam hazajönni, utána ugye 2 hét karantén volt kötelezően, és csak pünkösd után kedden tudtam újra elkezdeni az edzéseket, ugye az egy ilyen 2-2,5 héttel ezelőtt történt. Nem mondom, hogy könnyű, mert még mindig próbálom visszaszerezni azt a kondíciót, amiben leálltam, de úgy érzem, hogy egyre jobban mennek az edzések. Jó látni a régi barátokat, ugye nem sok időt tudunk együtt tölteni az év folyamán, mivel én a nagy részét kint töltöm Amerikában, és csak az országos bajnokságon látjuk egymást, úgyhogy mindenképpen egy pozitívum az, hogy együtt tudunk edzeni újra. Még nem tiszta a helyzet Amerikában, még én sem tudom, hogy mi fog történni. Elvileg jelen pillanatban azt mondták, hogy ugyanúgy lesz a szemeszter, ahogy tervezték, szóval augusztus 24-én fog kezdődni. Ilyen hibrid megoldás lesz, ami azt jelenti, hogy lesznek olyan osztályok, amikbe be tudunk menni egyetemre, és személyesen lesznek tartva, illetve lesznek olyanok, amik online. És a harmadik variáció az, amikor ilyen kombó lesz, hogy valamikor be kell venni, valamikor pedig otthonról fogjuk csinálni a házi feladatokat és a teszteket. Úgyhogy a tervezet az az, hogy augusztus 17-e körül szeretnék kimenni, hogyha nem lesznek lezárva a határok. Viszont az is egy tényező lehet, hogy tudok-e kint edzeni, vagy meg lesz tartva a szezon, vagy sem. Tervezetben szerepel egy verseny július közepén vége felé a szigeten, úgyhogy szerintem oda fogunk menni, és akkor egy pár versenyszámot úszni. Illetve vannak ilyen edzőversenyek a válogatottak között, vagy többen is jöhetnek, például a holnap, meg holnap után megyünk a Duna Arénába, és akkor ott fogunk versenyezni. Illetve van egy országos bajnokság tervezet, ugye december elején, azt hiszem december 9-től 13-ig, azon mindenképpen szeretnék felkészülni, és akkor a legjobbat teljesíteni. Métereket gyűjtjük leginkább, ez a legjellemzőbb. Napi 2 edzés, jó esetben. Aztán halad. Hány hét telt el úgy, hogy egyáltalán nem tudtál vízbe ugrani? 5 hét volt. Ez gondolom elképzelhetetlenül nagy leállás. Mennyire tudtad visszaszerezni ezt az elvesztett erőlétet azóta? Azóta 8 hét edzésmunka volt, tehát 8 hét alatt azért nagyjából vissza lehet szerezni. Most lesz hétvégén egy ilyen házi verseny, de azért azt nem mondanám, hogy már egyéni csúcsokat fogok úszni, de hát azért megpróbáljuk. Tudsz abban pozitívumot keresni, hogy egy évvel később lesz az olimpia? Természetesen. Annál több esélyem van. Tehát fiataloknak ez szerintem egy remek lehetőség. Tovább lehet fejlődni, még jobban lehet, még nagyobb esélyem van, hogy kiussak. Úgy tudom, hogy decemberben lesz az OB, a felnőtt OB az 50-es medencében, és hát előtte vannak utánpótlás OB-k, meg a ilyen felkészülési versenyek.